UFO-k bortyáznak a háborús zónákban, földönkívüli megfigyelők. Egy ősi papnő reinkarnációja, ami szedi elképesztő története. Eknaton és József, a fáraó álmának megfejtője. Honfoglalások vagy hon visszafoglalások, eredeti őshazánk a Kárpát-medence. Hannibál tüzérsége az atlantiszi tudás nyomában. Harp és hőség, titkos kísérlet eredménye a kánikula. Eltűntek a szellemek, a világ már nem hisz bennük. A szerelem mágiája, egy test, két lélek. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin októberi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit, Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Hát, Dombóvári Gábor vagyok. Örülök, hogy ismét itt vannak. Egy meglepetéssel kezdjük. Én azt hiszem, hogy már szó volt róla a korábbiakban, hogy a téridő és az utazás segítségével ide repül majd Erősdia. Fog jönni szerinted? Nem. Nem. De hát akkor valakinek jönnie kell. Hát valakinek mindenképpen jönnie kell. De most úgy összezavarodott a téridő, mert most gondold végig, én itt is vagyok, igen, és Lengyelországban is vagyok. Tehát sikerült szétosztanom magamat, és térát helyeződéssel együtt ott vagyok, ha minden igaz, most itt is ülök, és egy barlangban éppen a náci titkok után kutatok. Amiket beharangoztunk, és nagyon sokan jelentkeztek is rá. Na most akkor én szerintem azért tegyünk egy próbát, hát hogyha mégis jön Dia. Hát, ha ő nem is jön, de jön valaki, aki hasonlít hozzá. Aki más, de lehet, hogy ugyanaz. De mondjuk hasonlít hozzá. Jó, hasonlít hozzá. A téridőben bármi megtörténhet. Na, ami a mai témáinkat illeti, mielőtt még megpróbálkozunk a téridőugrással, a magyarság 20 ezer éves történelmének első felvonása, mert a következő adásban, hiszen olyan gazdag ez, nem csak, hogy 20 ezer év, hanem tényleg annyira rejtélyes dolog van benne, hogy ennek majd még egy adást szentelünk. És akkor, hát arról már volt szó, hogy sumer-magyar kapcsolat, előhozzuk, ősidőkből származó bizonyítékok, ez majd kiderül, hogy mikori ősidőkről beszélünk, és hogy hát a magyarok első európai civilizáció. Várj, én hozzátenném, hogy inkább most csinálunk egy olyan adást, amiben egy kicsit könnyedebben kezeljük a témát, tehát nem lesz olyan szűk keretek közé sorolva, hanem arra próbálunk választ keresni, hogy tényleg megtaláljuk-e a gyökereinket, megpróbáljuk a tiszta vizet önteni a fejekbe, ne legyen olyan, hogy a szkeptikusok ne tudjanak azzal élni, azt mondják, hogy kérem szépen, hogy merik azt mondani, hogy 8000 évvel ezelőtt magyarok voltak. Nem magyarok voltak, hanem azok az ősi népek, ahonnan kialakult a mostani magyarságunk. Tehát ezeket a kérdéseket szeretnénk tisztázni két adás keretén belül. Igen, de többek között mielőtt még bárki elgondolkozna éppen a szkeptikusok fejével, mert ugye bár nagyon sokszor tévesen megjelenik, nagyon tévesen, az, hogy Jézus Krisztus is magyar volt, tett helyre a dolgot. Ne, persze, hogy magyar volt. Na jó, hát, de ki az, aki nem volt magyar? Na igen. Nem, itt megint vannak olyan elméletek, amelyre arra a területre, arra a térségre, arra a közel-keleti térségre úgy gondolják, hogy ott nem szemita népek éltek, és vannak olyan elméletek, amelyik szerint Jézus is nem magyar, hanem az ottani nem szemita népcsoportból származó személy lehetett. De ugyanezek az elméletek, és ebben a műsorfolyamban most ebben a két részben ezt fejtjük ki, hogy rengeteg olyan dolog van, ugyanúgy, mint az UFO témában. Mindenkinek van egy sajátos elmélete, megpróbálja alátámasztani. Igen. Ezek az elméletek hol kapcsolódnak egymáshoz, hol egy picikét ellentmondanak, de ez adja a sokszínűségét, ezt kéne a hivatalos tudománynak is kutatnia, megvizsgálni ezt az egész részt, hogy ez a kutató föntárja ezt a részét, másikat, ebből kéne az oly már milliószor elmondott globális pázit összerakni, csak hát ezzel még egy kicsikét gondban vagyunk, mert alternatív kutatók tömkelege foglalkozik ezzel a témával, de a hivatalos tudomány képviselői nem akarnak tudomást venni róla, és majd szó esik majd egyik adásban a finnugor elméletről, és betegesen ragaszkodnak hozzá, és minden más lesöpörnek az asztalon. Jó, hát akkor tegyünk egy. Azt mondod, hogy tegyünk egy kísérletet. A Dia eltűnt, és akkor most jön helyette valaki más? Hát akkor legyen. Próbáljuk. Üdvözlünk!
Hát most nem tudom, hogy az ikertestvéred van itt. Üdvözlünk, Messzi Vándor. Messzi Vándor. Hát, és igen. Hogy? Van neved is? És úgy látszik, hogy a téridőben átváltoztam. Tehát lehetséges, hogy nevet váltottam a téridőben, mert hát ugye a téridő az eléggé átalakítja az embert. De az is lehet, hogy Erős Diánát elrabolták, és most az ikernővére helyettesíti. Igen. Még ez hát, sem kizárt. És akkor most az iker... Hozzál esetleg igen. Nővérke. Igen, nővérke. Igen, igen. Erős Diána ikernővéreként. Igen. Be is mutatkoznék, Bácsi Boglárka vagyok. Hát akkor sok szeretettel köszöntünk, kedves Bácsi Boglárka, mondhatjuk, hogy Bogi? Igen, szeretném is, hogyha így na most mondanám. Például, Robi, ha én azt mondom neked, nektek, hogy Samuel Lecon Clemens, akkor mi jut eszetekbe? Nekem sem. Nekem Mark Twain. Mark Twain, igen. És ha azt mondom, hogy Róna, vagy pedig Borostyán, Petőfi Sándor írt ilyen álneveken, és akkor hát tulajdonképpen, ha azt mondom, hogy Rejtő Jenő, akkor rávágod. Nem vágom rá. P. Howard. Ja, hogy te ilyenekre gondoltál, hát, szóval hát egy nagyon hiszem, humoros volt. Ezek után már kezdem megérteni, hogy Erős Diánából miért lett Boglárka. Lehet, hogy akkor a nagy elődöktől elég ér. Hát vagy nem is tudom. Szóval azért a váltásnak nyilván oka van, biztos nem szeretted a korábbi nevedet? Igen, itt tényleg arról van szó, hogy én Bácsi Boglárkaként születtem, tehát ez a becsületes nevem, ezt kaptam szüleimtől, de én gyerekkoromban ezt a nevet nagyon utáltam, főleg a bácsit. Most azért gondoljunk bele egy egészen picike kislány, aki azzal bácsi. Szembesül, hogy egy apóka, tehát nem is identitászavart okozott. Még a Bogi bácsi? Igen, megjött a Bogi bácsi. Így van, és persze az óvodában, ja, így így is hívtak, hogy a bácsi, aki néni, a néni, aki bácsi, és ezen röhögött a fél csoport. El lehet képzelni, hogy egy gyerekkorban az ember sérülékeny, stb. Hát, és én tényleg ilyen naív gyermeki elmével mindig arra gondoltam, hogy de hát én legrosszabb esetben is, ha megöregszem, néni leszek, és nem bácsi, és ezt nem is értettem. Bele se gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy Bács megyei, ez olyan, mint a Somogyi, ja, vagy hát Nógrádi, ez egy megye név, ennyi. Na, de mindegy, most ez nekem úgy jött le, hogy apóka. Nem szerettem, a Boglárkát sem szerettem, az akkoriban ritka névnek számított, mindenki Szilvia, Gabriella, Andrea volt. Voltak aki úgy értem, mint József Attila, amikor elnézést a szerénytelen hasonlatért, de ő írja, hogy amikor lement vidékre, és mondta, és kiderült, hogy Attila, akkor azt mondták, hogy ilyen név nincs, mától kezdve Pista leszel. És így jártam én is, hogy nekem sokan abban az időben még nem volt ez divatos név, és azt mondták, Boglárka, az mi? Ilyen név nincs. Na, én ezt annyira nem szerettem, hogy 19 éves koromban megvártam, hogy nagykorú legyek, és megváltoztattam mind a bácsit, mind a Boglárkát. Most viszont már vagy annyira okos, hogy tudod, hogy ez egy nagyon szép név, és visszatérsz önmagadhoz. Amikor az ember visszaveszi az eredeti nevét, ez tulajdonképpen egy ilyen egy pszichológus biztos tudná, hogy ez azt jelenti, hogy immár vállalja önmagát, nem akar ez megfelelni az a külvilágnak, nem érdekli, hogy mit mond más, egészen egyszerűen saját identitását vállalja, és ez most hivatalosan is visszavettem a sajátomat. Ez a második gyerekkorod. Második gyerekkorom elképzelhető. Jó, na akkor beszéljünk a magyarság 20.000 éves történelméről, mert ugye hát ezzel kezdtük, azt nagyjából elmondtad, Robi, a múltkor is, meg egyáltalán, hogy miért is kell foglalkozni ezzel a témával, de az alcíme ennek a mainak az, hogy pontosabban a főcíme, hogy a Sirius népe. Hát akkor ott tartunk, hogy megint csak például valahonnan a magyarság, illetőleg ez a népcsoport talán az égből jött. Ezt nagyon sokan mondják. Ez csak annyi, hogy én annyira élvezem, hogy mert ha azt írtuk volna, vagy az lenne mondjuk a kiadványnak a cím, hogy 2000 éves történelme, hát ez olyan snasz, hát most kit érdekel 2000? Hát az a hagyomány 20.000. Ettől legalább minden szkeptikusnak hullanik ez a haja, és ez már innentől szimpatikus. Így van. Na de ha jobban utána gondolsz egyébként, az arvisúrákban fél millió évet megyünk vissza, tehát ez a 20.000 év, ez egy nagyon visszafogott időszak egyébként. Most nagyon-nagyon sok elmélet létezik, és vannak olyan elméletek, amelyek valóban egyébként körülbelül 20.000 évre teszik, majd itt Dia mondja majd a lényeget, mint Bogi. Szakértő. Jaj! Nem baj. Elnézést, Bogi, nem bocsánat. Baj, tehát a Bogi, szóval mondja, Bogi mondja a lényeget, én meg elmondom majd egy-két ilyen alternatív valamit, van olyan kutató, aki ugyan hozzá kell tennem, hogy isteni sugallatra. Egy történetet, amelyben azt mondja, hogy az őseink, azok Krisztus előtt 17.000 évvel, vagyis pontosabban mostantól számítva 19.000 évvel ezelőtt érkeztek ide,
Kína kellős közepére ráadásul. Erről majd mutatni erről is majd, fogunk de nem, dolgokat. Hogy odaérkeztek. Na, tehát hogy így néz ki, tehát gyakorlatilag, hogyha ezeket az elméleteket így összegyűrjük, akkor a 20 ezer év az meg is az nyugodtan. Egyébként csak annyit, hogy nagyon sokan és nagyon sokféle feldolgozásban láttam én is, hogy van, aki 20 ezer, de akkor van, aki azt mondja, hogy 5 ezer, 6 ezer, szóval nehéz, és a Narvis úrákat említetted, már ott is nagyon nehéz eligazodni a 24 darab huntörzs között. Igen, úgyhogy... de ott félmillió, 475 ezer évvel ezelőtt kezdődik, tehát az, jó, akkor... azért az egy kicsikét messzire nyúlik vissza, szóval. Ha belegondolok, még az is szinte semmi a hindu eposzokhoz képest, mert hát ugye a Rámajánában, Mahábhárátában több millió évvel visszavezetik az emberiség. Így van, így van. Akkora számok vannak benne, hogy igen, hatalmas számok vannak, és ők mindezt úgy gondolják persze, hogy ezek ilyen előző emberiségek, korábbi civilizációk, igen. És el is mesélik, el is magyarázzák mindig azokat a katasztrófákat, amelyek véget vetettek, és akkor úgy mondják, hogy utána több millió vagy több milliárd évig a Föld egy kietlen, radioaktív sivatag volt, és ők az derül ki ezekből a hindu eposzokból, hogy az, amit az evolucionista tudósok mondanak, vagy ábrázolnak, hogy például a prekambriumkor, vagy bármi más, hogy csak ilyen egysejtűek, vagy ősrákok lebegtek a tengerben, de semmi más élet nem volt. A hindu eposzok azt mondják, igen, voltak ilyen korszakok két civilizáció között. Igen, és nagyon jó, hogy többes számot mondtál, vagy használtál, mert ugye arról nagyon sokszor beszéltünk, hogy az emberiség előtti emberiség, vagy civilizáció, de nem egyes szám, ez civilizáció. Több, így mondják, az összes, az egyiptomi, a sumer, tehát ez egy ilyen kollektív tanítás, minden földrészen megtaláljuk, és mindenhol úgy mondják, hogy több civilizáció volt itt a Földön, és az első civilizáció itt a Földön pedig kozmikus eredetű. Tehát az derül ki, hogy valóban sok-sok-sok-sok emberi kultúra, civilizáció volt már, de úgymond úgy importálták ide a Földre az elsőt. Jó, hát akkor térjünk vissza a magyarokhoz engedelmetekkel, és akkor hát menjünk vissza, kereskedjük az első írásos emlékeket. Most én óvatos duhaj vagyok, és csak azt mondom, hogy menjünk vissza néhány ezer évet. Íme. Az utóbbi 50 év kutatásai bizonyítják, hogy habár mindent újra kellett kezdeni, itthon és idegenben, az első életképes lépéseket ismét csak a Kárpátok közéből kezdeményezik őseink. Gondoljunk csak a folytonosság jegyében az agyon hallgatott erőst falucska mellett kiásott 7500 éves városi civilizációra. Cserépkályhákban fűtöttek, csatornát használtak, födémként igényesen díszített, faragott mennyezetgerendákat alkalmaztak. Gondoljunk csak a 100 kilométerrel nyugatabbra tatárlakán talált, ismét csak agyon hallgatott, párját ritkító, Krisztus előtt 5500 körül keletkezett írásemlékünkre. Hallgatnunk kell, mert a mindent letaroló indogermán álláspont szerint a világ első írásos emléke Krisztus előtt 3500 körül Mezopotámiából való. Nem engedhetjük meg, hogy az emberiség legrégibb írása a barbár balkáni vidék terméke legyen. Hud. Idegen írás szakértők megállapították, hogy megfejthetetlen. Egyesek szerint, mert nem is írás. És mégis. Ősi rovásírásunk és utóda a sumér ékírás segítségével a magyar tudósoknak sikerült elolvasni az amulet szövegét. Magyarul. Oltalmazunk, minden titok dicső nagyasszonya, vigyázó két szemed óvjon napatyánk fényében. Az emberiség legősibb és legszebb imája ez. A magyar nyelv nem rejt magába eredeti civilizációt. Antoni Meyé. Válasz Antoni Meyé úrnak. Tatárlaka körül is találtam összekötő kapocsként pallagokat. És mégis, mit ír rólunk székelyekről az akadémikus történetírás? Az Árpád-házi királyok tüszkolnak be a Kárpátok közé, hogy őrizzük a határokat. Ugyan melyik határokat, urak? Mit üzen ezzel szemben a mi pallakkultúránk? Mi székelyek legalább 35 ezer éve élünk a Kárpátok között, a világ legszakrálisabb és legszentebb helyén. Nézzenek vissza a történelemben. Ahány nép, kultúra, hatalom,
vagy erőpróbálkozott, az mind nyomtalanul eltűnt a történelem süllyesztőjében. Ez volt a múltban, következik a jelenben, és történik a jövőben, mert Isten, ha eddig megóvta, most már nem hagyja elveszni az ő népét. Hallgassák hát ősi pallakultúránk szakrális üzenetét a világnak. Isten népeként a fényből születtünk, mint ahogy Jézus is a fényből jött. Hitünk és erőnk a fényből táplálkozik ősidők óta. A világ legősibb, még ma is élő népe vagyunk. Ős hazánk a Kárpátok köze, ahol ma is élünk. A világ legősibb és legszentebb élő nyelvét beszéljük még ma is. A világ legősibb írását, a róvásírást még ma is használjuk. Miénk a világ legősibb szakrális királysága, a Nimrudi királyság. Nem véletlenül én mondtam itt az elején, hogy olyan sok évszám és olyan sok dátum van. Most ebben, a székelyekről volt szó többek között, ugye itt egy újabb szám hangzott el, hogy a Kárpátok között 35 ezer éve élünk. Na tessék! Hát én ezt teljes mértékben reálisnak tartom. Tehát jó, mondjuk ez szívemhez közel álló téma, mert én magam is székely származású vagyok, a családunk az csíkszépvízi, tehát nekem na, a Csík megye, Hargit az abszolút őseim földje gyakorlatilag, onnan telepettek át a családom. És tény, hogy most ilyen személyes dolgot mondjak, hogy gyermekkoromban hát azt így minimum mindenkitől hallottam, hogy Attila népe vagyunk, és várunk Csaba királyfi visszatérésére, és ugye a himnuszt már, a székely himnuszt gyerekkoromban már ismertem, és tényleg mondta a nagymamám is, hogy a székelyek, a hunok, Attilával jöttünk be, de ő is így mesélte, hogy míg Attila népének egy része visszatért keletre Ázsiába, addig a székelyek azok, akik ott maradtak hűségesen a Kárpátokban, és őrzik a Kárpátokat és a Kárpát-medencét, addig, amíg vissza nem tér Csaba királyfi, ugye Attilának a fia. De a Csaba királyfi hadakutyán a... Csaba királyfi az égboltól jött volna vissza. Ő fölment az égbe, így van, tehát ő ugye fölléptetett, vagy lovon fölvágtatott a tejútba, vagy a hadakútjára, a csillagösvényre, ahogy mondják. Hát ezt is persze lehetne nyugodtan a paleoasztronautika szemszögéből értelmezni, teljes mértékben. De tény is való, hogy a székelyek között él egy egyértelmű hagyomány, ami nekem így a gyerekkorom része, hogy mindig is az Erdélyben laktak. Hogy igazából Attila is csak hazahozta ide a népet, tehát Attila hunyai ugye a Krisztus utáni 370-es években jönnek be a Kárpátokba, de hogy ők se úgy jártak itt, hogy akkor először, hanem ők is csak visszatértek. És ez azért nagyon érdekes, mert az ősrégészet egyértelműen azt támasztotta alá, hogy az Erdély, maga a Kárpátok nem Attila óta lakott, egyáltalán nem, hanem már olyan Krisztus előtt 1000 környékén van ez úgynevezett preszkíta, tehát szkíta előtti, de már szkíta jellegű kultúra, amelynek a tárgyi anyaga tisztára olyan, mint a hunoké és az ős magyaroké, de még régebbre vissza lehet menni, mert az úgynevezett gödörsíros, kurgánsíros kultúra az Krisztus előtt 2500-2800 környékén egész Erdélyben és az egész mai Alföldön ott van, hasonló tárgyi emlékekkel, mint később a székelyek és a magyarok. De még ez sem elég. Mert pedig ez már 5000 esztendő, és ez már bőven bronzkor, de még ők is csak visszajöttek, ők is csak hazatértek, mert hogyha visszamegyünk a neolitikumba, az újkőkorszakba, akkor ugye először is a körös kultúrát Krisztus előtt 5500-6000 környékén, és akkor itt már 7000 évvel ezelőttről beszélünk, szintén megtaláljuk az Alföldön, és ennek az erdélyi verziója, az úgynevezett tordos vincsa kultúra, az Krisztus előtt 8000 óta helyben lakik, Erdélyben. Ennek a tordos vincsa kultúrának a része, vagy a lelete az a tatárlaki tábla, amit a bejátszásban láthattunk, és ami ugye annyira híres. Tehát most ezeknek az általam felsorolt kultúráknak az a lényege, hogy
bizonyíthatóan a tárgyi emlék és a szimbolika végig ugyanaz. Uh-huh. Tehát nem tudjuk meg, nem tudjuk bizonyítani, hogy ezek a népek milyen nyelven beszéltek, hogy néztek ki, tehát hogy konkrétan melyik néphez tartoztak, uh-huh. de annyira egységes a civilizáció, annyira hasonlít a szimbolika, és most már ugye DNS vizsgálat is lehetséges, mert maradtak uh-huh. emberi maradványok, hogy... egyértelműen az derül ki, hogy a Kárpátokba ugyanaz a néptípus. Uh-huh. Nem mondom, hogy ugyanaz a nép, mert itt megint csak tényleg azt lehetne mondani, hogy az túlzás, hogyha így mondjuk, hogy a magyarok éltek már itt 8-10 ezer évvel ezelőtt. Noha itt elhangzott, hogy a világ legősibb nyelve a magyar. Elhangzott, és ez valahol igaz. Uh-huh. Valahol igaz, csak az a baj, hogy sajnos a teljesen lelkes és jó szándékú, de sokszor dilettáns kutatók ezt szó szerint veszik, igen, igen. És ez azért rossz, mert az ellenoldal akkor így tényleg így fel tudja kapni ezt, hogy hú, és ki tudják használni, és nagyon érdekes, mert az ellenoldal a finnugoros kutatók szinte mindig csak olyan ellenfelet választanak maguknak, akik ez a dilettáns típushoz uh-huh. tartoznak, de egy profival nem igazán Ez nagyon jó, hogy mondod, és előrejelzem, hogy a következő adásunkban szó lesz a finnugor kutatásokról, illetve hogy miért vetik el most már nem csak máshol, vagy nálunk miért nem vetik el még mindig a finnugor elméletet, mikor már a finnek is helyre tették. De az jutott eszembe itt a nyelvről, hogy hát George Bernard Shaw azért mondjuk elég jó név így a világirodalomban, és ő mondta azt egy alkalommal, hogy tulajdonképpen az anyanyelvén, az angol nyelven, miután elkezdte tanulmányozni a magyar nyelvet. És azt mondta, hogy a magyar nyelv tanulmányozása során jöttem rá, hogy az érzelmeket és tényleg a belső énemet a magyar nyelven sokkal jobban ki tudnám fejezni, mint az angol nyelven. Mondja ez a világhírű író. Hát akkor valami csak lehet ebben a magyar nyelvben. Igen, egyébként ebben a bizonyos külön számban van, vagy 70 vagy 80 tanulmány, és ebben a tanulmányban nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy a szerzők beleértve természetesen Bogit is, alátámasztották azt, amit ő mondott ezzel kapcsolatban, egy picike kritikus szemlélet. Uh-huh. Tehát nem úgy néznek ki ám ezek a tanulmányok, hogy mindenki mondja magáét, hanem hozzáteszi, hogy igen, ezt meg kell vizsgálni, erről még nincsenek pontos leleteink, ezt csak kiegészítettünk egy elméletet, és felhívja a figyelmet uh-huh. arra, amit a Bogi nagyon sokszor elmondott, hogy igen, kérem szépen, tényleg vannak ilyen önjelölt kutatók. Uh-huh. Azt, amit én mondtam, van egy Meggyesi úr, aki azt mondta, hogy igen, ő neki Isten lediktálta azt az ő történetét, erre nincsen semmifajta bizonyíték, egy meg nem nevezett bolygóról, Krisztus előtt 17 ezer évvel ezelőtt ide csöppent Kína kellős közepére, nem kettő, nem három, hanem 3 millió ősünk. És utána ezek az ősök gyakorlatilag körbejárták az egész világot. Uh-huh. Tehát ez volt az a történet, amivel szépen felsorolja, hogy először ott az ázsiai térségben, majd a Bering-szoroson átkeltek, átmentek Észak-Amerikába, Észak-Amerikába lementek Tél-Amerikába, és mindenhol megtalálják a nyomukat. Ebből csak egyetlen egy kis apróság. 2013-ban, amikor sikerült eljutnom Mexikóba, elmentünk egy ilyen élményparknak egy ilyen kulturális estjére. Uh-huh. És ott bemutattak ilyen táncokat. Ez több írásban is szerepel a külön számban is. Hihetetlen hasonlít az öltözéke. Tehát ha ránéznétek arra, hogy elkezdenek táncolni, a ruházatuknak a mintája olyan, mint a matyó minta lenne. Uh-huh. Olyan annyira hihetetlen hasonlít, hogy elsőre, hogyha nem lenne hang is, nem hallanád meg azokat a speciális hangszereket, akkor azt mondod, hogy lehet, ezek éppen magyarok is lehettek volna. Tehát tényleg vannak ilyen hasonlóságok. Az a baj, ezzel az elmélettel ez nagyon tetszetős, nagyon látványos, de mondom, ez egy isteni sugallatra, Meggyesi Istvánnak a isteni sugallata volt, aki megvarul a győződve, és az utolsó szóig ez igaz. Ha viszont jönnek a szkeptikusok, uh-huh. vagy jönnek a hivatalos tudósok, akkor nem a Boginak az elméleteit, vagy a fejtegetését fogják megnézni, hanem azt mondják, hogy kérem szépen, most komolyan gondolják, hogy itt van egy ilyen van, és meg kell mondani, hogy igen, ez a folklórnak a része, ez hozzá tartozik, ő igen, így képzelte, de nem erre kéne a kutatásokat alapozni. Ebben igazad van, és mindjárt diája a szó. Egyetlen tennék hozzá azért, mert amit mondtál, hogy körbejárták az egész világot, igen. Csak mindig eszembe jut az, hogy most másik oldalon Tibet, és egyáltalán az a rész, Tibet, Nepál, stb. Ott van egy Magor nevű törzs, akik abszolút nem úgy néznek ki, és nem se a szemük, se a színük nem olyan, mint az ottani, aki, hanem igenis olyan, mint a magyarok, barnájuk van, stb.
televíziós kollégáim jártak arra, forgattak, és az egészet... Ott, ahol a kereszt van a sírjaikon? Igen, és az, amit te mondtál, hogy a viselet, az öltözék, ott viszont, és ez azért mondom, mert olvastam valahol 3000 éves magyar szakácskönyv is létezik, ott, Tibetben, a Himaláján ugyanúgy főzik a pörköltet, mint itt. Szóval akkor megint csak igaz, amit mondtunk. És tényleg így van, hogy most itt a Robi által elmondott dolgokhoz kapcsolódva, hogy nagyon jól mondta ezt, és nagyon-nagyon fontos a magyarság kutatásban ez, hogy médiumi közlésekre, meg olyan típusú forrásokra, mint amire nagyon sok lelkes magyarságkutató próbál alapozni, hogy ő tényleg a kis maga módján próbál kutatgatni, vagy nyelvészeti, régészeti, vallástörténeti, bármilyen előképzettség nélkül ő elkezdi átnézni, és akkor összerak valami kis mozaikot, vagy úgy gondolja, hogy neki lejött valamilyen sugallat, hogy ez tényleg hozzáteszi a maga kis építő kockáját a dologhoz, de ezt kivinni érvként, pláne egy szkeptikus tudóssal szemben nem lehet. Ugyanakkor a szkeptikus tudósok imádják ezeket a bizonyíthatatlan és bizonyítatlan elméleteket az alternatív oldalról előrángatni. Ilyen a gondolat rezonancia is? Tipikusan ilyen, mert az a probléma ezzel, hogy tényleg nagyon jól hangzik, csak ezzel visszaélnek. És a másik, hogy a magyarságnak arra, hogy bebizonyítsa, vagy hogy megmutassa a múltbeli, nem csak hogy nagyságát, hanem történelmét, igaz történetét, nincs szüksége erre, mert a tárgyi bizonyítékok olyan ékesen beszélnek a mi valódi múltunkról, hogy én sokszor azért nem értem ezeket az önjelölt kutatókat, hogy minek műmítoszokat gyártani a magyarság számára, amikor a valódi történelmünk valami olyan fantasztikusan nagyszerű és csodálatos, hogy épp elég lenne azt kutatni, csak sajnos, mondom, ezzel semmi más nem érnek el, mint lovat adnak a szkeptikusok alá, gúnyolódási alapot adnak, és jellemző módon a szkeptikusok tényleg így van, hogy mint a nyuszit a cilinderből boldogan rángatják elő ezeket a bizonyíthatatlan ideológiákat vagy ötleteket, és természetes, hogy ha behívnak mondjuk vitára valakit a szkeptikus fórumokon, akkor nem egy Bakai Kornélt fognak, nem egy Aradi Éva indológust, nem egy Badiniós Ferencet, amíg élt, nem egy Grand Pierre Attilát, stb., tehát nem profi szakembereket, hanem behívják XY önjelölt magyarságkutatót, és akkor a földig döngölik. Mert szegény még védekezni sem tud. Mert nem fog tudni beidézni például egy ókori görög iratot, vagy egy ókori egyiptomi szöveget, vagy bármit. Ide bőven elég lenne egy olyan konzilium, vagy interdisziplináris kutatócsoport, amiben van régész, nyelvész, vallástörténész, mitoszkutató, néprajzos, stb., és ezek, hogyha ráállnának a témára, csodát lehetne művelni ezzel. Hát ez nem fogja történni. Hát nem. Egyébként előbb ezt említettem, te fölraktad az életedet ezeknek a dolgoknak a kutatására, illetve sokat foglalkozol ezzel. Az a önjelölt amatőr kutató, az pedig annyit csinál, hogy leül otthon, fölnéz az égre, azt mondja, most kaptam egy sugaratot, és leírja, és nem fogja leellenőrizni, és nem fogja összehasonlítani, nem fogja elolvasni. Egyébként azért ez egy nagy gondám, mert én megnéztem, mert egyik adásban már utaltunk arra, hogy Boginak egy régi tanulmányában, amilyen véletlenül ott felejtette a forrásanyagokat. Hát én nekem végigolvasta a forrásanyagokat, az sok volt, ő pedig végigolvasta, de ő viszont végigolvasta a forrásanyagokat, hát és ebben voltak múlt századi, meg előtte való ilyen különböző emlékek. Na most azok az emberek sokkal könnyebb dolguk van arra, hogy egy légből kapott teóriával eljárjanak, mint egy hihetetlen aprólékos, sziszifuszi kutatómunkát, amihez értenie kell, mert benne kellene az adott korba, rengeteg dolgot kellene ismernie, és akkor jönne az ideális állapot, amit a Dia elmondott, hogyha a különböző tudományok a képviselői valóban összefognának, az kellene hozzá, mert anélkül nem tud előre jutni, mert kellene neki egy olyan tudás, amivel mondjuk egy történész nem rendelkezik. Na most körülbelül ilyen egyszerű a dolog, hogy érvek és ellenérvek, de hát sajnos ez itt nem megy. Dia, és megint csak... Bogi! Ja. Látod? Hát persze, hogy látom, azért szóltam. De én most nem arra gondoltam. A Dia filmeken láttam gyerekkoromban olyan dolgokat.
amiket most szóba. De én egy bogi filmen láttam ugyanezt, egy bogi filmen is meg lehet nézni. Szóval meg mindjárt visszatérünk megint csak. Egyébként természetesen a római istenőre gondoltam, amikor annak idején a nem kedvelt boglárka helyett. Persze. Megkérdezte anyukám, hogy akkor mi szeretnél lenni, és én meg nem mondom, hogy kapásból rávágtam, de körülbelül ilyen ötleteim voltak, hogy Artemis, Pallas Athéné, Diana. Tehát már akkor a mítoszkutatói énem, ugye? Hogy de Héra nem akartál lenni. Héra nem akartam lenni, mert folyton megcsalják. Szerencsétlen felszarvazott Héra, hát az egy olyan balek az a szegény istennő, folyton röhög rajta mindenki. Az egész Olimposz. Na, akkor oda akarok én kilukadni, hogy írásbeliség, jelek, rovásírás, és egyáltalán a kapcsolatok. Mert most a következő kis összeállításban szó lesz a magyar-sumer, tehát mondjam, hogy sumer-magyar kapcsolatokról, de, és ezt megint csak azért mondom, mert mondtad, hogy körbejárták a világot, a későbbi adásunkban, vagy a későbbi képanyagunkban lesz olyan, hogy a magyarok és a vikingek kapcsolata. Lesz olyan, hogy a magyarok és az indiánok kapcsolata, amit átkeltek a Bering-szoroson, nem véletlenül oda is mentek, sőt, sumereket mondtam, és akkor ott van például a magyarok és az egyiptomiak kapcsolata. Szóval... Az majd a következő adás is. Ez, de akkor maradjunk a sumereknél, illetve most azt hiszem még visszajön tatárlaka. Tehát a mai Irak területén, ahol a Tigris és az Eufrátesz közelít egymáshoz, és közel folyik a sivatagban, ott volt Mezopotámia, a görögök folyam köze. A legelső népcsoport, amely ezt a területet lakta, az úgynevezett alobaid nép, átélte, túlélte a vízözönt. A következő az uruki nép, ezek nagy valószínűséggel Korezmiából, az Araltó vidékéről kerültek a folyam közbe, már a vízözön után sajátos kerámiát hoztak magukkal, és a harmadik a Djemdet-Nasz nép, amely a Kárpát-medencéből jött. Ez a nép hozta magával Mezopotámiába az írásbeliséget. A legelső emlékei, nagyon, például a Blau táblák, nagyon szép vésett lápis lazul, illetve lazurkőbe vésett jelek és képek vannak rajta. Pontosan ugyanolyan jelekkel, mint a tatárlakai amulett. Ez volt a bizonyíték arra, hogy a Kárpát-medencéből került az írásbeliség Mezopotámiába, de a Kárpát-medencében mintegy 1200-1400 évvel korábban már írtak. Vannak-e kézzelfogható bizonyítékok a szellemi kapcsolatra? Beszélnek a sumér és magyar kapcsolatokról, anélkül, hogy valamiféle bizonyítékot felhoznának, pedig nagyon sok bizonyíték van, szellemi és tárgyi bizonyíték. A népdalainkban, a nagyon ősi népdalainkban, népdalainknak a szövegét vissza lehet következtetni sumír eredetre. A regős énekeinket, például a dozmati regős éneket, amely a csillagos eget hozza ember közelbe, és csillagászok Galgóczi János vezetésével a 19. században megvizsgálták ezt a regős éneket, és kiderül, hogy a csillagállás az Mezopotámiára utal. Palkó István szombathelyi tanár is foglalkozott vele, ő is ugyanerre a következtetésre jutott. Tehát ezek a szellemi emlékek. A másik, hogy ugyanolyan állataik voltak, mint a honfoglaláskori magyaroknak. Rackajuh, szürke marha, számtalan ábrázolás van ilyen. A másik pedig az írás. Na most nem az ékírásra kell gondolni, mert nyilván, hogy az írásnak a formája más, mert az ékírást az agyak hozta létre. Tehát mi az írás mindig úgy alakul ki, amilyen, vagy aszerint alakul ki, amilyen az írás hordozó. Ahol festék volt bőven, például a kínaiaknál, vagy Egyiptomban, és volt papírusz, ott papíruszra írtak. Kínában papírra, Mezopotámiában pedig agyagra, kis pálcikákkal nyomogatták rá. Fogalomírás volt, de a nyelvnek a szerkezete nagyon hasonlít a magyaréra, toldalékoló nyelv volt. Én nagyon nem kedvelem azt, amikor azt mondják, hogy a sumirok a magyaroknak rokonaik. Nem rokonaik, hanem a sumir és a magyar egyenesági leszármazottja a sumírnak. Ha nekem a nagyapám az ősöm, elődöm, a nagybátyám viszont rokonom. Tehát ezt a megkülönböztetést célszerű
a sok-sok támadás kivédése érdekében figyelembe vett. Szóval, amit most hallottunk, szellemi emlékek, aztán még növényi, meg állati emlékek is vannak, és hát az írás mindenféleképpen, amit szóba hozott ez a hölgy, és ez nagyon megragadott, hogy nem mindegy, hogy most rokont mondunk, vagy leszármazottat, ugye? Ez valóban így van, nagyon jól mondja Marton Veronika, hogy végül is az ókorból tudunk olyan népeket is mondani, ahol meg lehet találni a rokonságot a magyarsággal, de az egyeneségi leszármazást nem lehet bizonyítani, és tényleg tudunk olyan népről, ahol a kutatók azt mondták, hogy olyan viszonyban lehet a mai magyarsággal, mint mondjuk egy dédnagynéni, egy unokahúggal, vagy egy később, tehát ilyen oldalági. De az, hogy ő tényleg nyíltan kimondja, hogy ez egy egyeneségi leszármazás, hát nekem így a saját meggyőződésem, hogy teljesen igaza van, nagyon jól beszélt, nem ő az egyetlen, aki erre rájött, de remekül összefoglalta. Amit most itt Marton Veronikától hallhattunk, azt a 19. században főleg nyugati külföldi sumerológusok bebizonyították, elmondták. Az első kiváló, vagy az első nagy mezopotámia kutatók, Rawlinson, Jules Oper, Seyss és egyéb kutatók is, mind Lenormand például, mindannyian egyöntetően azt mondták, hogy a mai népek közül olyan népek tarthatóak a sumer egyértelmű leszármazottjának, mint a magyar, a japán, a török és a baszk. Általában ezt a négy népet nevezték meg, magyar, japán, török, baszk, de a legtöbben kihangsúlyozták, hogy de legnagyobb arányban leginkább a magyar. És tényleg nagyon érdekes, hogy ilyen népekkel kerültünk egy bokorba, tehát japánok, baszkok, illetve törökök. Mindegyiknél egyértelmű a valóban a rokonság. Ezeknek a népeknek van egy közös jelzés. A baszkoknak, törököknek is, japánoknak is turáni. Ja. Ők turáni népek. Tehát végül is nem véletlen, hogy ezeket a népeket találták meg. Úgy néz ki, hogy a sumerek a turáni népek ősei. Na most lehet, hogy nagyon vad dolgot mondok, de nem én találtam ki, hanem olvastam, és itt most Mezopotámiáról volt szó, és arról is, amit a hölgy mondott, hogy a népdalok és egyáltalán a népzene kapcsolata és közös jellemzői. De azért mondom, hogy lehet, hogy vad dolgot mondok, mert akkor beszéljünk a mesékről is, meg a mesék indítatásáról, és ha én most azt mondom, hogy Mezopotámiában Ludas Matyi, akkor hát gondolom mindenki csodálkozik, és csóválja a fejét, pedig így van, a nippuri szegény ember, az a bizonyos nippuri szegény ember, akinek a történetét egy Krisztus előtt 3000, tehát 5000 éves agyagtáblán találták meg, és a történet szerint élt egyszer egy szegény ember Nippurban, egy utolsó kecskéjén kívül más vagyona nem volt, és elhatározta, hogy behajtja Nippur városába ezt a kis kecskét, hogy pénzét tegye, hogy eladja. Igen, ám csak a Nippur városnak a kormányzója, a sumer nyelvben ezt úgy mondták, hogy Ensi, ez nem király, ez polgármester gyakorlatilag, városvezető, és ez egy ilyen zsarnokoskodó Ensi volt, és meglátta ez a nippuri polgármester a kecskét, és elvette tőle úgy, hogy nem fizette ki. Sőt, amikor hát ezért felháborodott az emberünk, akkor még meg is verette. És ekkor a nippuri szegény ember azt mondta, szó szerint így van az agyaktáblán, hogy háromszor veri ezt vissza Nippur Ensi-én, és a történet elmondja, hogy ilyen nagyon huncut módon beöltözik orvosnak, egy az egybe a Ludas Matyi, háromszor jól megruházza az Ensi-t, és végül visszaszerzi a kecskét. Tehát erről szól a történet. Hát ez jó. 3000 éve. 3000 éves. Összesen 5000 éves történet, és ha csak ez lenne az egy. De én például, amikor a Gilgames történetet olvastam, hogy Gilgames Urukváros királya ráparancsol a népre, hogy építsenek falat Urukváros köré, és akkor az van a szövegben, hogy nem nagyon tudott elkészülni a fal, mert amit reggel raktak, leomlott estére, amit este raktak, leomlott reggelre. Ugye ismerős mindenkinek Kőműves Kelemen történetéből, és millió ilyen párhuzam van, tehát millió. Én tényleg eléggé tanulmányoztam a mezopotámiai mitológiát, és
körülbelül ilyen 5 percenként kapom fel a fejemet, hogy vagy valamelyik népdalunk, vagy valamelyik népmesénk, vagy hogyha majd szó lesz itt az egyiptomi magyar rokonságról, hogy ott is van egy olyan történet, az úgynevezett két testvér története, amelynek minden epizódját megtaláltam, nem én jöttem rá erre persze először, egy Benedek Elek által gyűjtött magyar népmesében. Tehát egy egyiptomi minden. Népmese és egy magyar népmese. És ha megnézem, akkor igazából az derül ki, hogy a magyar népmesék, népdalok motívumait nem csak sumer hagyományokban találjuk meg, mert ugye itt volt egy példa a Nippuri szegény ember, meg volt egy példa a Gilgames eposz, az amit raktak estig, stb. De nagyon érdekes, mert hogyha mondjuk megnézek egy hettita történetet, egy egyiptomit, egy etruszkot, egy keltát, egy maját, vagy az Altájban valamit, vagy japán meséket, ugyanúgy állandóan ezek a motívumok forognak. Tehát nekem, amikor azt mondják, hogy tőlem is kérdezték már, hogy tényleg igaz a sumer magyar rokonság, hogy a sumerek az őseink, akkor tényleg így azt szoktam mondani, hogy igen, de nem csak ők. Meg amikor többen kérdezték már ezt is, hogy hallottam, hogy van sumer magyar rokonság, de olyat is hallottam, hogy a kelták a rokonaink, mások szerint az etruszkok. Van, aki meg azt mondja, egyiptomiak. Sőt, olyat is hallottam, hogy törökök. Akkor hát, most ki? Melyik? És tényleg ez derül ki, hogy ezért nem mondhatjuk azt, hogy ókorban magyarok, hanem az ókorban a turáni népeknek a hatalmas nagy globális komplexuma, és a két ókori vagy ősi Amerikában ugyanúgy megtaláljuk őket, mint Japánban. Tehát volt egy ilyen turáni egység, és majd látni fogjuk, hogy tatárlakán is ők voltak, tehát ők a neolitikumig visszavezethetőek, és ezek a történeti népek, mint például tényleg a hurrik, vagy az egyiptomiak, vagy a sumerek, mind ebből a turáni nagy családból ágaztak el. Hát akkor más sem túlzás, amit szintén kutatók mondanak, hogy rovásírás jelek vannak a piramisokban. A boszniai piramisban például. De egyébként a nyelvészeti emlékekről van egy nagyon érdekes tanulmány, akkor azt mondják, hogy miért alakultak ki, miért van ilyen nagyon nagy zavar a nyelvvel kapcsolatban, amikor keresünk a nyelvünknek az eredetét. Azt mondja, ott egy hódító faj elmegy valahova, akkor az ottani hódítók, azok az ottani helyi lakosok asszonyaiból szereznek maguknak feleséget. Hol barátsága, hol erőszakosan, de megszerzik azt a feleséget, ezeket bennük van már valahogy belülük van kódolva, hogy az egy egzotikum, tehát hogy ők érezték, hogy egy más faj keveredés, ez egy nagyon egészséges utódot fog eredményezni, és nem olyan, mint a belterjesség. De amikor ott a gyermek, aki megszületik a gyermek, akkor a gyermek először az anyának a nyelvét tanulja meg, és amikor az apuka hazatér a csatából, akkor ahhoz, hogy beszéljen a család csemetével, nem tud csak azon a nyelven beszélni. Tehát így megtanulja, ez majd a következő adásban lesz, amikor a finnugor nyelvről van szó, hogy ez így működött, és ez a rendszer éppen ezért alakultak ki, és kaotikus dolgok alakultak ki, mert ugyanaz a nyelv valamilyen formában több tucat helyen is elterjedhetek. Hát ezért van az ugye, magyarok mindenhol a világon, és akkor kedvenc szerzőink egyike, Asimov, ugye hát ő mondta azt, hogy két faj van ezen a bolygón, emberek és magyarok. Igen, és tényleg nagyon érdekes látni, hogy ahogyan itt már Asimov is szóba került, meg G.B. Shaw is szóba került, hogy a nyugati tudósok, kutatók között, én is említettem egy pár sumerológust, de hogy általános, hogy egyrészt a magyar nyelvet és a magyar népet roppant ősinek tartják, másrészt pedig nagyon érdekes, hogy a sumer-magyar rokonság, amit ugye Marton Veronikától hallhattunk, az nyugaton sokkal elfogadottabb, mint nálunk. Szinte természetes. És még egy dolog, ami nagyon érdekes, hogy nemrég olvastam, hogy Jules Oper rájött az 1800-as években, hogy a sumereknek egyértelmű leszármazottai a magyarok. És ezt megtáviratozta a Magyar Tudományos Akadémiának abban az időben, amikor Hunfalvi Pál volt annak a teljhatalmú ura, és nem is foglalkozott. Olvasom, hogy egyáltalán nem foglalkoztak vele, sőt, megszakították a kapcsolatot a francia kutatóval, hogy mert ilyet mondani, és a francia kutató nem értette, és a többi nyugati sumerológus se, szó szerint ezt mondták,
miért nem kell a magyaroknak a saját ősi rokonsága, és máig ezt lehet tapasztalni nyugaton, hogy a nyugati kutatók, akiknek természetes a sumer magyar rokonság, szabályosan értetlenül állnak, és azt mondják, hogy nem értem a magyarokat, igen, nekik miért akkor, nem kell akkor lesz? Én most viszont én szakítom meg a dolgot, és nem mondom el azt az olasz kutatót, aki az etruszk-magyar kapcsolatokat mondja időhiányában, már csak azért sem, mert a vizsgálati módszerek is, és a kutatások is változnak. 21. században vagyunk, ma már nem újdonság az, mint mondjuk 40 éve, hogy DNS, vagy stb. Menjünk tovább, és így a vége felé akkor még egy nagyon érdekes dolog jön, szintén magyarok, Európa és civilizáció. A DNS-ben rejlő bázissorrend nem csak egyéni életünket határozza meg, hanem támpontot ad ahhoz is, hogy minél többet megtudjunk elődeinkről. Például arról, hogy honnan jöttek, kik éltek a Kárpát-medencében Krisztus előtt 5500 táján. A jégkorszak vége után, a jégtakaró visszahúzódása után gyéren bár, de halász, vadász, gyűjtögető csoportokkal többé-kevésbé benépesült a Kárpát-medence. Őket érte egyfajta bevándorlási hullám Dél-Kelet-Európából, egészen az Anatóliától eredeztetően az Égeikumon és a Balkán-félszigeten át a Kárpát-medence déli részéig bevándorló első földművelők hulláma. Az első hulláma a balkáni bevándorló legidősebb földműveseknek körülbelül Krisztus előtt 6000-ben érte el a Kárpát-medence déli részét. A Dunántúlon egy kicsit később terjedtek el a legelső földművelők nagyobb telepeit, olyan 5700-5600 tájékára tehetjük. A Balaton környékén volt ez a kohó valahol, ahol keveredtek a bevándorlók. Úgy tűnik, hogy kicserélték a tudást, megjelentek a háziasított növények és az első háziállatok. Cserébe ezek a gyűjtögető csoportokat, a nyersanyag ismereteiket adták át az első földművelőknek, olyan kőeszközöknek a nyersanyagával látták el őket, amelyeknek a lelőhelyét csak ők ismerték. Érdekes módon az igazi, hogy így mondjam, forradalmi változás, a nagy boom, az egy olyan 150 évvel később 5300-5350 körül következett be, amikor áthúzódtak a löszvidékekre. A lösztalaj rettentő termékeny talaj, és ott találtak rá először arra az életmódra, hogy hiszen ha itt vetjük el a gabonát, akkor ebből mi meg tudunk élni. Csak aztán ezek a csoportok, akár összekeveredve, akár egy pár száz, vagy nem tudom mennyi idő után tovább mentek. Európa végül is ebből az irányból is népesülhetett be? Ez az egész kérdésnek tulajdonképpen a középpontja, és emiatt van az, hogy annyira, hogy úgy mondjam, forró most ez az egész problémakör, mind régészeti, mind genetikai, mind kultúrtörténeti szempontból. Hiszen mit látunk a régészeti leletanyagban, hogy itt a Kárpát-medencében, annak is a Dunántúli részén valami kialakul, ami néhány generáció alatt egy nagyon szigorú kanonizált formában, tehát ugyanolyan edényekkel, ugyanolyan házakkal, ugyanolyan teljes régészeti kultúrát felmutatva, eljut Európa legtávolabbi vidékeig, ezen a párizsi medencétől a krakkóig terjedő vidéket ért. De most gyakorlatilag generációk életére lebontva tudjuk követni a legidősebb földművelők és az ő unokáik, ükunokáik, tehát a további generációk életét. Ez ezért pontos adatnak tekinthető. Mert nem csak embercsontokon végezhetünk genetikai vizsgálatot. Genetikusok, kutatók, régészekkel, zooarcheológusokkal, vagyis állatcsontokat, állatanyagot vizsgáló régészekkel együttműködve ugyanezt a folyamatot állatcsontokon is ki tudták mutatni. Tehát a vad és a háziasított állatok terjedését a Balkánról és a Közel-Keletről származó juhkecske csontokon is ugyanezt a folyamatot tudták ábrázolni. Még tovább megyek, a növényeken is ki lehet mutatni, a háziasított növényeken, a kétfajta alapvető búza, nemesített, tehát már háziasított fajta búzának a genetikai anyagán is ki tudták mutatni ezt a fajta folyamatot. Hogy vándorol, hogy megtaláljuk. Így van. Sikerült találnom egy olyan települést néhány évvel ezelőtt, amely éppen ezt az átmeneti állapotot tükrözte is. Így aztán régészetileg leképezve tudtam felmutatni a különböző stációit ennek az átalakulásnak. Egy azonban teljesen biztos. Ami itt kialakult a Kárpát-medencében, a Dunántúlon, az a kultúra érte el, az a tudás és az az életmód települt meg Európa nagy részén.
Én a két professzor szavaiból azt a konzekvenciát vontam le, hogy mi magyarok, illetve a Kárpát-medencében élő nép volt a mintaadó Európa többi részének. Igen, nagyon jól mondták, és amire ők tulajdonképpen kijutottak, vagy következtettek, azt rajtuk kívül nagyon sok nyugati egyéb kutató is észrevette, hogy gyakorlatilag, amikor ezt a tatárlakai agyakkorongot, illetve a tordosvincsa kultúrát felfedezték, ugye Torma Zsófia kezdte ezt a kutatást az 1870-es, 80-as évektől kezdve, de igazából az 1960-as években tárták fel a tordosvincsa kultúrát, akkor került elő maga az agyakorong is, a tatárlaki lelet, tatárlaka mint telep, ugye egy település volt, és elég az hozzá, hogy rájöttek, de ez a körös kultúrára is igaz, hogy a magyarországi és erdélyi neolitikum tárgyi anyaga és növényei és állatanyaga, régészeti leletanyaga borzasztóan hasonlít a sumer mezopotámiai kultúrákhoz. És egy darabig így elgondolkoztak ezen a kutatók, hogy most akkor ki kölcsönzött kitől, igen. Tehát most akkor Irakból ugye került ide az anyag, vagy pedig tőlünk Irakba, csak hogy ez már el van döntve, ugyanis nálunk jelenik meg előbb. Tehát a tordosvincsa kultúra és egyáltalán az erdélyi neolitikumnak az ilyen jellegű anyagai régibbek előbb mutathatóak ki, és úgy néz ki, minthogyha a mezopotámiai leletanyag ezt vinné tovább, tehát valószínűsíthető, hogy a Kárpát-medencéből indult ki a sumer kultúra, és nem fordítva, tehát nem sumer bevándorlók hozták ide, hanem kárpát-medencei kivándorlók vitték el Mezopotámiába a civilizációt. Én ezért mondtam, bocsáss meg, a modern kutatási módszereket, mert itt most már nyilvánvalóan nem lehet annyira kétségbe vonni, mint mit tudom én 100 évvel ezelőtt, mint ahogy a hölgy is elmondta, most növényeket, állatokat, igen, mindent lehet már DNS vizsgálat, genetikai vizsgálatokat csinálni. Hát ezügyben a tudomány talán már nem hazudik. Egy biokémikus professzor mondta ezeket, igen, a dolgokat, igen, tehát egy igazi szakember, aki pontosan tudta, de ez hihetetlen egyébként, nem, hogy ez megfordult az egész, igen, és akkor az a világ többi része számára, akik elég sokat tettek azért, főleg az új világnál, bocsánat, ugye jelent belekapcsolom, hogy Magyarországot úgy, hogy van lenyomják, mélyebben lenyomják, de ez szörnyűség. Tehát tényleg mindent elkövetek, hogy nehogy egy ilyen legyen, hogy ráadásul még nem csak az van, hogy onnan a sumer, onnan Mezopotámiából átjött ide, hanem hogy innen került oda. Na, ez aztán emberiség elnyomvétek, és ezt minden létező eszközzel próbálják lenyomni. Itt a vége, 20 másodperced van arra, hogy elmondd azt a másfelet, amit szoktál. Pénteken este 9 órakor 6-os csatornán a Hihetetlen TV-nek a műsora, a következő nap a Hihetetlen Magazin Facebook oldalára, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára fölkerül a műsorunk, de nem csak oda, hanem egyből fölkerül a YouTube csatornára, illetve a Dailymotion-re is, tehát 3 különböző helyen nézhetik meg. 2012-től napjainkig minden adásunk megtalálható a YouTube-on, bocsánat, nem minden, amit a nagy testvér valamilyen okból letiltott, azt a Dailymotion oldalán található meg. Mind a két oldalon, a Hihetetlen Magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán a műsorhoz kapcsolódó videókat, szövegeket, képeket is találnak, és itt mondhatják el véleményüket a műsorral, illetve az ott szereplő témákkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor remélem, hogy a következő térugrásodnál a következő műsorban, mert remélem eljössz, akkor már nem ikernővér, hanem teljes igazi valóságoddal visszaváltozom. Visszaváltozom saját mi voltamban, igen. Kedves nézők, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Akkor legközelebb egy hét múlva ismét a szokott időben, addig is minden jót a viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin. Embernek maradni egy szörnyű világban, a holnap markában. Nem csak bemutatjuk a ránk váró szörnyűségeket, hanem konkrét gyakorlati tanácsokat adunk azok kivédésére vagy enyhítésére. Függetlenül minden hatalomtól az aranyborjú megszelídítése, egyházak, ezotéria, hittérítők, karanténba az emberiséggel, páneurópai vízió, az elit rémálma, földanya gyógyítása, gazdasági válságok, elzárva a világtól, megváltás a világűrből, a mesterséges intelligencia térnyelése,
megnyerése, a felesleges ember, a felemelkedés eszköze, a vallások lényege. Szerencsére van még immunrendszerünk, mesterséges betegségek elterjesztése. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.